Elkezdjük a Start plus és ráadásul szerintem egy fontos és egy jó témával. És de, most nem tudom, hogy te ezt vágod-e, vagy észrevetted-e, hogy a cipőmnek a színe kapcsolódik a következő beszélgetés témájához. A beszélgetésünk lesz most, hogy így nézem a cipődet a Control Monitoron. Igen. Szeretettel köszöntjük Krakó Ákost, a Kékbolygó Alapítvány sajtókapcsolatokért felelős vezetőjét. Hogy gyorsan át is kössek Igen. a jó Robi. Jó reggelt. Barna cipőben. Jó, jó reggelt, kívánok. A, 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 az is megtalálható a természetben. Igen. Induló környezetvédelmi vállalkozásokat támogat az alapítvány. Mi számít indulónak, környezetvédőnek, és mikortól, hogyan támogatják? Picit távolabbról. Jó. Csak az egészet. Az elmúlt egy-másfél évben rájöttünk arra, hogy a mi alapítványunk szép és nemes dolgok mellett megalapult, megalakult, viszont rá kellett arra jönni, hogy... hogy csak a faültetés, csak a szemétszedés, adott esetben utcai demonstrációk egyébként tényleg jól fogalmazott, transzparensekkel, azok nem biztos, hogy teljes mértékben lefedik egyébként azt a klímavédelmet, környezetvédelmet vagy természetvédelmet, amit mi gondolunk erről. Mert hogy egyébként látni kell azt, hogy az üzleti élet szereplői, akik egyébként nem mellesleg valóban hozzá tehetnek ez a, ez a, ehhez a mindenünk számára fontos dologhoz, ezek kiváló tudós emberek, kreatívok, innovációkat visznek, de hát lássuk be, nem biztos, hogy értenek a cégvezetéshez, a, a cégvezetéshez kapcsolódó jogi kérdésekhez, szám- vagy ügyviteli kérdésekhez, és azt gondoltuk, hogy szervezünk nekik egy tréninget, hogy véletlenül se azon hasaljon el az amúgy kiváló ötletük, hogy a ügyvitelnek ebben a részében járatlanok. Tehát elsősorban is válaszolva a kérdésedre, azokat a cégeket várjuk, akik. Talán már a kockás papíron létező jó ötleten túl vannak, és adott esetben már egy céget alapítottak uh -huh. erre. Adott esetben már valamiféle pilot verzióban él is az ötletük és el, eljutottak ahhoz a választóponthoz, hogy na de merre tovább, hogyan tervezik az üzletévüket, hogyan tervezik a költségvetésüket, milyen jogi kérdések kerülnek. Mondj egy példát erre vonatkozok, mert lehet, hogy most egy csomó ilyen kis startup cég nézi ezt a beszélgetést, hogy azt mondja, hogy gyerekek, hát mi is valami hasonlót csinálunk, akkor elmehetnénk erre a tréningre. És mi az, ami a hasonló? Tehát mekkora Igen. a spektrum, hogy valaki petpalackból táskát csinál és ruhát, vagy akár csak érzékenyítő kampányokat készít? Nincsenek prioritások, tehát gyakor a mezőgazdaságtól a mezőgazdasághoz szorosan kapcsolódó élelmiszeriparon túl a smart city megoldások, bár magam szívesen távol tartom magam ezektől a, ezektől a szörnyű kifejezésektől, de természetesen olyan, mondok egy példát, vízmegtartó megoldások például a mezőgazdaságban, például egy működő szarvasmarha telepen, ahol egyébként keletkeznek olyan anyagok, amit mindannyian tudunk, hogy mi keletkezik, vannak kiváló innok, amik állítják egyébként, hogy az ott leginkább a földekre visszajuttatott formában ezek az anyagok egyébként vízellátásra alkalmasak. Így amikor az ember először hallja ezt az ötletet és olvassa egy papíron, és mondjuk nem ért kellően hozzá, mert hogy egyébként ezeket a cégeket azért mégiscsak szakemberek és a, téma, a témához értőek fogják bírálni. Mi magunk ezt látjuk, hangzatos, jó, ú de jó, ez hogy nem jutott eddig eszünkbe, de amikor a megvalósításhoz jut az idő, akkor akkor szükség van azokra az ismeretekre, ami egyébként nem feltétlenül van meg egy tudós ember. Hát, hogyha jól értjük, akkor ugye a Kékbolygó Alapítványhoz lehet beadni a jelentkezést, vagy az igényeket, és akkor nálatok lesz majd egy ilyen online workshop, ugye? Mi megtaláltuk és megbíztuk azt a céget, akinek meg is van a tudás, arra, hogy ezt oktassa, ezt tanítsa. Valóban kiértünk egy pályázatot, július 7-ig jövő hét keddig várjuk azokat a pályázatokat. Egyébként az alapítvány honlapján kbk.org-on elérhető honlapon van egy, egy formanyomtatvány, illetve ki van pontosan, vagy megvan pontosan határozva, hogy mi is a jelentkezés feltétele. Praktikusan kis rövid videókat várunk, vagy egyoldalas összefoglalókat. A videónak jobban örülnénk, mert ott már van egyébként egy ilyen vizuális benyomás is, ahol a fejlesztők, a, a mikrovállalkozások, a startupperek elmondják, hogy mire is gondolnak, és természetesen megfelelő szakemberekkel ezeket az ötleteket szondázzuk, és kiválasztunk hatot. A hat legjobbnak pedig elkezdődik egy több hónapon át tartó képzés, ahol egyébként ezeket online és offline módon megkapják workshopokról beszélünk itt, meg, meg mentoring programokról, de valójában ez egy műhely munka. Tehát nagyon fontos, hogy valaki félreértsét, nem egy tőkeinjekcióról van szó, vagy ö, ö, valamilyen ö, befektetésről, hanem egy mentorprogramról, ami egy nagyon nagy értékű dolog szintén, agyagilag mérhető. Egyelőre mentorprogram, de azzal a nem titkolt szándékkal, hogy nem nemrégiben az alapítvány létrehozott egy tőkealapot is. Aha. Ha olyan vállalkozásokkal találkozunk, akik egyébként nyilván egy nagyon szigorú befektetési politika mellett adott esetben a rentabilitásukat is már mm -hmm. előre, prognosztizálva azt látjuk, hogy hogy ebbe érdemes befektetni, akkor hosszú távon akár egy hosszú távú együttműködés is kezdődhet, de elsősorban most ez a program a mentorálásról szól. Igen, és ugye a hat különböző területet is akkor Igen. gyorsan felsorolnánk. Jogi alapismeretek, tőkebefektetési alapismeretek, amit ugye előbb említettél, vállalatépítés, munkavállalói ösztönzőrendszerek, csapatépítés, aztán bemutatkozó, prezentációs, videóösszállítás, prezentálás, számvitel és kontrolling alapismeretek és pénzügyi tervezés. Tehát hat olyan, fontos, még hat olyan kulcsfontosságú terület, amivel egy induló bármilyen típusú vállalkozás mondjuk magabiztosan tud majd a jövőben működni. Ez kétségtelenül így van, de természetesen nekünk a kiválasztás vagy a merítés és a, a pályáztatási körben is ezt kívánjuk szűrni. Természetesen zöld megoldásokat, innovatív zöld megoldásokat kell, hogy ajánljon. Nyilván ez a kör ez most nem arról szól, hogy rentábilissá tegyünk egy Balatonparti keszeg vagy sütőt, hanem ez arról szól, hogy a jövőt jobbítani képes vállalkozásokat találjunk és, és képezzünk. Voltak-e már jelentkezők, vagy vannak-e már jelentkezők? Folyamatos a jelentkezés, de egyébként a pályázat lezártának határidejéig, tehát július 7-ig ezeket mi még nem láttuk. Amint Jaj, lezárul ez, akkor lesz egy kiválasztási kör, és a hat legjobbat, a hat legígéretesebbet fogjuk kiválasztani. Az elbírálás szempontjai és a kiválasztás transzparense, kik, kész, kik döntenek? Amennyiben videóanyag érkezik be hozzánk, akkor természetesen ezek a videóanyagok publikálva lesznek. Amennyiben ezek, ugye egyoldalas összefoglalókat kértünk, és ennek vannak természetesen szerzői jogi vonzatai is, hogyha valaki hisz abban, hogy a világ legnagyobb ötletét találta ki, adott esetben még se kerül be egyébként a kiválasztott hat közé, de mi mégis publikáljuk, ez adott esetben akár ilyen jogi anomáliákat is felvethet, ez gyakorlatilag minden pályázóval meg kell majd beszélni, de ezt majd csak hatodika után. Így van, és az a White Unicorn Kft-vel együtt csináljátok. Még gyorsan mondan, de még egyszer, Ákos, légy szíves, hogy hol lehet akkor jelentkezni. Ég klímavédelmi alapítvány, ennek a kiváló mozaik szava kbka.org. Köszönjük. Köszönjük. szépen. Köszönjük.